Feszült hangulatban zajlott a szerbiai parlament alakuló ülése, mivel az ellenzéki pártok tiltakoztak a decemberi előrehozott választásokon tapasztalt szabálytalanságok ellen. Nemzetközi megfigyelők is jeleztek választási csalásra és más szabálytalanságokra utaló jeleket a decemberi voksoláson. Az ellenzéki törvényhozók fütyültek, fújoltak és táblákat tartottak, amiken az állt, hogy Vučić ellopta a választásokat. Radomir Lazović ellenzéki képviselő, a Szerbia az erőszak ellen nevű koalíció tagja mondja, hogy az ellenzék egységesen követeli a választások érvénytelenítését és megismétlését. Az ellenzéki képviselők azt is megtagadták, hogy a kormánypárti képviselőkkel együtt tegyenek esküt, helyette az előcsarnokban tették ezt meg. A populista elnök Aleksandar Vučić szerb haladó pártja elítélte, hogy az ellenzék új választásokat követel.